Egy nagy hello mindenkinek, az én nevem VidPro, és ez pedig itt a Jumurdzsák gyűrűje, ami kapott egy ilyen picike alcímet is, hogy az interaktív film. Most már a interaktív film kifejezésre egy picikét majd rá szeretnék cáfolni, egy picikét belemagyarázni, hogy okoskodjak egy kicsikét. Na mindegy, szóval, ja, ez volna akkor a Game Mix Act 3-nak, ergo a harmadik évadjának a nyitó végjátszása. Ami igazából megszenvedtem a telepítésével, konkrétan jó, ezt majd kicsikét később mondom el a technikai dolgokat, előbb gyorsan beállításokra ránézek, hogy minden úgy van-e, ahogy hagytam. Színmélység az jó, 32 bit, ez a 3D élsimítás, ezt rájöttem, hogy mi akar ez lenni, nem tudom, hogy miért így van elnevezve, hogy 3D élsimítás, mert hogy ez igazából annyit csinál, hogy a pixeles, a rasteres képet, azt így összemossa a pixeleket. Szóval mi nem ilyen kis kockákat látnánk, hanem ilyen kis vonalat, így összemosná egy ilyen vonallá. Na mindegy, szóval mindesetre nem értem a 3D-s simításnak, mi köze van az anti-aliasinghoz, mindesetre ez lett a neve. A forgási sebesség az normálon maradt. A feliratozást nektek berakom, mivel hogy ez az interaktív film, ebben nagyon sok ilyen átvezető videó van, és ahhoz, hogyha én esetleg belepofázok, csúnyán szólva, a filmbe, akkor ti lássátok, el tudjátok olvasni a feliratot, szóval ez igazából nektek lett berakva. Enciklopédiával azon nem foglalkozok, mert az kidob a böngészőbe, és kilépés extrákat később majd megnézzük. Úgyhogy kezdjük el! Kedves Alison, amikor ezt a levelet olvasod, én már minden bizonnyal egy vonaton ülök Európában. Édesanyám halála után nem volt maradásom New Yorkban, és persze a mi cívódásaink, valamint a viszálykodások a szerkesztőségben szintén nem voltak épp marasztalók. Változásra van szükségem, levegőt kell vennem, és érzem, hogy Magyarország számomra sok újdonságot, kalandot tartogat. Anyával sokszor emlegettük, hogy egyszer meglátogatjuk az ő szülőhazáját, amelyről annyit mesélt, de ez életében nem sikerült. Így nekivágok most egyedül, mert az ígéretet magamnak is tettem. A budapesti rokonok már nem élnek, de a célom nem is elsősorban a főváros. Egerbe szeretnék eljutni. Tudod, a könyv miatt, amit nagyapa ajándékozott nekem, idestova 20 évvel ezelőtt. Az egri csillagok nem csak fantasztikus története miatt érdekes, hanem mert a lapjai között ott lapult két levél is. Egy egri professzor, bizonyos Ábrai Pál írta ezeket dédapámnak, Samuel Huntnak, valamikor a századfordulón. Így ha távoli rokont nem is, de távoli ismerőst esetleg találhatok Magyarországon, és talán mást is. Például kedvet egy új élethez, távol mindentől, ami megszokott, ami amerikai. Alison, kérlek ne neheztelj rám, hogy nem hagytam kibontakozni a mi kapcsolatunkat. Ez a lépés egyben egy vallomás is, amit egy örökös kalandvágyó férfi tesz a biztonságot igénylő nő számára. Ez a szakítás, egyben szakítás az eddigi életemmel. Ég veled, én lassan hazaérkezem oda, ahol még sose jártam. Jonathan. Néhány hete volt, a világ fordult, s vele szédültem el. Én az utazó, az örök vándor, éreztem maradnom kell. Egy csoda volt, mi elbódított, és a régóta múló tündéri illúzió. Ott ragyogott, ahol már régen a sötét az út. Hiába új még ez az íz, hiába érzem ezt idegen illat, valami súgja, otthon vagy újra hazaértél. Az, ami más, épp annyira más, pont ahogy mindig is szerettem volna. Vagy hidd el, hazaértél.
Hú, na. Gyönyörű város, egy igazi ékszerdoboz, és az útikönyvnek igaza van, ez egy kellemes, hangulatos hotel. Na szóval, gyorsan leszögeznék még egy kis apróságot, mivel hogy ez egy, hogy is mondjam, inkább csak az egeret kell ebben a játékban használni, főleg azért is, ki akarom ezt emelni, hogy ez a játék meghaladta a korát. Ezt azért mondom, mikor legelőször... Csend és nyugalom a belváros közepén. No, de csak nem maradhatok mindvégig a szállodai szobában. Ez igaz, köszönöm szépen, John, hogy bele pofáztál egy picit. Na, szóval, hogy azért haladta meg a korát, mert hogy mikor először végigjátszottam, akkor egyszerűen azt sem tudtam, hogy itt mi a bűbátot kéne csinálnom. És utána hát el kellett olvastam a kézikönyvet nyilván, hogy azt kell csinálnom, hogy amikor ilyen fekete a kurzor, akkor megkantítok egyet, és elkezdem forgatni a képernyőt. Ideje megismernem közelebbről is a várost. Ez így is van. Na de nem most. És észrevettem, hogy ezek panoráma képek. És igazából ebből áll a játék, hogy van így ez a fekete kurzor, így körbe lehet akkor nézni ezt a bizonyos helyzetünket, így körbe lehet nézni, és mikor megváltozik így ilyen kis fehér cseppé alakul a kurzor, akkor át tudunk menni egy másik directionbe, és így tudunk mozogni. Szóval igazából álló panoráma képekből áll az egész játék. És ja igen, ilyen kis extrák is vannak, ilyen kis megjel, amivel tudunk interakcióba lépni tárgyakkal, igazából meg tudunk nézni dolgokat. Ja, igazából erről van szó. Van, mikor föl tudunk venni itemeket, meg beszélgethetünk másokkal. Szóval ilyen nagyon érdekesen van megcsinálva. Ja igen, én nem hinném azt, hogy ez egy interaktív film, hanem inkább úgy egyszerűsíteném ezt le, hogy ez egy elsősorban kalandjáték, és aki nem jött volna rá, hogy igen, ez egy magyar termék, magyar emberek készítettek, magyar színészek vannak benne, és a megalkotója nem más, mint Piero, az a bizonyos Marosi Zé Tamás, zeneszerző, művész úr, és az ő regényéből készült ez a interaktív filmes adaptáció, mivel hogy könyvek formájában is megjelent ez a hát regény, na. Itt van például ez a távirányító, amit éppen fölvettem, és bel is ment az inventoringba, ami az fun fact, hogy ezt a távirányítót itt fölvetjük, és az egész játék végéig nálunk fog maradni, és annyit fogunk tudni csinálni, hogy bekapcsoljuk ezt a televíziót. Mert itt nem tudok már semmit csinálni, hanem kiveszem, és itt tudom bekapcsolni. És azért mondom, hogy meghaladta a korát, mert úgy néz ki ez a játék, mintha eleve az androidos, meg ilyen tapizós telefonokra készült volna. Szóval bámulatos, miközben, hogy 2007 óta vannak androidos, meg ilyen bármilyen okos telefonok. Szóval ez lenne az IA inventoring, a T-betű az még nem elérhető. A J az érdekes módon azok a jegyzeteink, amiket eddig beszélgettünk emberekkel, azt érdekes módon a főszereplő mindig fölírja a kis jegyzetfüzetébe, ergo vissza tudjuk mindig olvasni a beszélgetéseket. Az E, az enciklopédia, az nem tudom, hogy miért van ez az izé ránk erőltetve, igazából kidob a böngészőbe, és ennyi. A menü meg így néz ki. El lehet menteni, visszatölteni, visszajátékhoz, és ki a főmenübe, szóval így ennyi. Hát akkor, mit akartam még? Elhadartam. Ja igen, szóval az interaktív film, ez szerintem inkább egy point and click játék, tele élőszereplős átvezetővel. Így ennyiben szerintem össze is foglaltam ezt az interaktív film kifejezést, szerintem ennél többet az annyira nem tud felmutatni, ez egy point and click játék, mivel az egérrel irányítunk mindent, és hát, ja, körülbelül ennyi, de amúgy egészen kis takaróksan néz ki ez a szállodai szoba. Érdekes, hogy már bejöttünk az ajtón, és már le is tudta pakolni a cuccokat. Na mindegy, gyorsan meg akarom nézni. Amúgy érdekesség, hogy itt van az Egri Csillagok című regény, maga a könyv, amit én mellékesen nagyon szeretek, és nem tudunk ezzel csinálni semmit, szóval itt kattintgatok, és igazából semmit nem lehet ezzel csinálni, úgyhogy nem értem, hogy miért van az inventoryba egyrészt. Ez pedig ugye a bevezetésben, az intróban lehetett
hallani Jonathannak a beszélgetését. Igazából mindvégig ezt a Jonathan Hunt nevű figurát fogjuk, ezt a Jonathan nevű karaktert fogjuk irányítani a játék végig, és más nem is fogunk igazából irányítani, ami igazából annyira nem baj szerintem. Na de kettő levélről beszélt, erről Ábrai professzor levele, amit abban a könyvben talált, amit kapott a nagyapjától. Ezt azért gyorsan elolvasnám. Azért angol szöveg, mert hogy ugye amerikai maga a főszereplő, és a családfája is nagyjából így amerikaiakból áll, kivéve az anyját, aki volt kivételesen magyar. És az a mázink, hogy persze társul hozzá magyar felirat is, úgyhogy hála jó égnek. Kedves tudós uram, ezt a levelet az Orient Expressről írom önnek, amely végre hazavisz hazám Magyarország és szűkebb pátriám Eger felé. Úgy érzem, az emberi kishitűség és a tudományos körök korlátoltsága hosszú magányra fog kényszeríteni, amelynek fájdalmán csak azon levélváltások fognak enyhíteni. Ergo most leveleket ír, és jobban érzi magát? Ja, bocsánat. Na, levélváltások fognak enyhíteni, melyeket önnel és az önhöz hasonló kibűvelt és nyitott elmékkel lesz remélhetőleg módonban folytatni. Azt a szégyent, ami azon a bizonyos londoni konferencián ér, soha sem fogom elfelejteni. Tudományos felszólalásomat, melyben az időutazás gyakorlati lehetőségét igyekszem tényekkel bizonyítani, a tudós közösség köznevetség tárgyává tett. Ajaj. Köznevetség tárgyává tette engem, pedig fantasztának, mi több egyenesen eszelő sarlatánnak kiáltott ki. Azt a vitpró, de ügyesen tudsz te olvasni. Ön egyike azon keveseknek, akiknek az arcán nem láttam a gúny, a megvetés jeleit. Való igaz, hogy ön korábbi beszélgetéseink során nyitottnak és érdeklődőnek bizonyult a témakörben. Itt meg kell, hogy jegyezzem, hogy bár a nagyra becsült tudósok komolytalannak tartották az elméletemet, ugyanakkor a legmagasabb politikai körök mély érdeklődésüket fejezték ki tudományom iránt, mi több komoly szándékot jeleztek kutatásaim további szponzorálására. Ajjaj, hát ez már rosszul kezdődik szerintem. Milyen tisztelt kollégám, most itt határozottan állítom, hogy az időben való visszautazás nem csak elviekben lehetséges, hanem a közeli jövőben meg is fog történni. Emlékeztetném arra, hogy pár éve még ugyanezen vaskalapos tudós társadalom jeles tagjai teljesen kizártnak tartották, hogy emberek kábelek segítségével nagy távolságból beszélgessenek egymással, és lám manapság már Bell művének fokozatos elterjedésekor már az olasz Marconi találmánynak, nem tudom, hogy ezt hogy kell ejteni, a kábel nélküli sugárzás lehetőségeit vizsgálják. Ez mondjuk teljesen jogos, ez egy nagyon jogos érv. Ugyanúgy átalakíthatja majd az emberek gondolkodását, amikor egy hasonló mérvű tudományos meglepetéssel lesz módonban szolgálni a legrövidebb időn belül. Ígérem önnek, hogy ezen eredményekről önt haladéktalanul és hiánytalanul tájékoztatni fogom, bízom benne, önben, Hunt úr, megértő partnerre, mi több támogatóra lelek majd. Addig is maradok mélyen tisztelettel az ön kollégája Ábrai Pál. Ez pedig ilyen kis melléklet hozzá. Ez amúgy eléggé durva. Van a másik levél. Egy kicsikét kimegyek, hogy ne ugyanazt a zenét hallgassátok folyamatosan. A második levél meg... Milyen tisztelt Hunt úr, amúgy eléggé furcsa belegondolni, hogy igaza van ennek az ábrainak, hogy ma meg már ilyen vezeték nélküli routerek, meg wifi, meg akármit akarsz, vannak rengeteg dolog, hogy bluetooth-szal meg wifi-vel működik, és ezt sem tudták régen elképzelni, hogy kábelek nélkül működnek itt tárgyak, ez wow. Szóval jogos az érvelése.
Előző levelemben ígértem önnek, hogy amint Egerbe érek, tájékoztatni fogom önt munkám további eredményeiről. Nos, a sorskeze ismét közbeszól, Lott, sajnos nincsenek új eredményeim, mi több visszalépésként kell konstatálnom a jelen helyzetemet. Ajaj, távol létemben ugyanis a segédem, valamint egy semmire kellő firkász ellenem szövetkezvén a masinámat működésbe hozta kísérlet céljából. Kontárkodásukkal leírhatatlan kárt tettek a munkámban, a pavilon megrongálódott, és ami ennél is szörnyűbb, egy teljesen új gyűrűt is kell készítenem. Képzelheti, hogy érintett mindez engem a londoni csapások után? Hát igen, szegény Hábrainak elég szar napja van. Azonban semmi nem maradhat büntetlenül. Az ostoba segét valószínűleg az életével fizetett, vagy legalábbis soha nem fog visszatérni az övéi közé. Árulásáért, túlbuzgóságáért ez a büntetése. A számítófirkász pedig a kezemben tartom, semmiképp nem derülhet ki ez a katasztrófa. Csupán önnek írok erről, kérem kezelje bizalmasan. Ergo, mit csinált azzal a firkásszal? Sokat elmélkedtem, gondolatébresztő volt az ön kedves, nyugtató hatású level is. Azonban a tudós társadalom értetlensége, valamint a fent vázolt helyzet is késztetett arra, hogy azon bizonyos legfelső politikai körök előző levelemben említett ajánlatát elfogadjam. Az nem jó, de mélyen tisztelt kollégám, olybá tűnik, hogy amit a tudomány képtelen értékelni, azt a politika állítja szolgálatába. Ne. Támogatásra van szükségem. Hát mondjuk szponzorozol, hogyan kell. Az idő sürget, egyetlen pillanatot sem vesztegethetek el, hogy a szabotázs miatt ért lemaradásomat behozzam. Sajnos bizonytalan, hogy eztán lesz-e lehetőségem részleteket közölni önnel a kutatással kapcsolatban, de úgy érzem, garantálhatom, hogy hallani fog még rólam. Az ön kollégája Ávray Pál. És satöbbi. Hát ja, eléggé durva, érdekes sztori. Ez az Ávray Pál. És igazából Jonathan azért jött elsősorban Egerbe. Gazdagyűjtemény. Igazán passzol az ódon falakból áradó hangulathoz. Hogy a Ábrainak a leszármazottait így megtalálja. Mivel hát, hogyha a Jonathannak a dédapjával beszélt, akkor eléggé minden bizonyan csak a leszármazottai vannak. Mondja, tudok itt térképet venni? Venni nem, de szívesen adok önnek egyet, tessék. Sajnos nem túl részletes, de most éppen nincs másik. No, de legalább ingyen van, ugye? Ja. Köszönöm. A Turinformnál, azaz az utazási irodában biztos tudnak bővebb információval is szolgálni. Nincs messze innen, át a nagy téren, biztosan megtalálja séta közben. Igen, épp körülnézni indultam a városban. Köszönöm. Na, meg ki lehet kérdezni Ábrairól is? Mondja csak, nem ismer véletlenül egy Ábrait itt Egerben? Árvait? Árvai? Nem Árvai. Ábrai. Ábrai? Ábrait azt nem. Egy Ábrahámot igen, de Ábrait sajnos nem. Azért köszönöm. Pedig olyan lelkesen mondta, hogy Ábrait? Ábrait azt sajnos nem. Én még én is elhittem, hogy ő tudja. Annyira hitelesen csinálja ezt. Na és akkor ki is jöttünk. Ó. Az a szenátorház. Illetve a hotel. Na hát akkor kijöttünk az utcára, van térképünk, kaptunk ingyen a kedves recepciós figurától. Hát így néz ki, igazából ezen keresztül tudunk fast travel-ölni. Szóval ráklikkelek és akkor már ott is vagyok a helyszínen. Viszont én azt mondom, hogy egy kicsikét még nézzünk körbe. De hogy itt meg lehet nézni, konkrétan Egernek majdnem az egész területe, az egész város körbe van csinálva ilyen panorámaképekkel, és meg lehet nézni, hogy nézett ki az akkori Eger. Mivel 2005-ben készült ez a
játék. És hogy van ez? 2006-os? Dobozán rajta van. Az, 2006, Private Moon Studio. Jó, oké, akkor jól tudtam. Csak 2005-ben készült. Ó, és a zenék, srácok. A készítője le se tagadhatja azt, hogy zenész. Egyszerűen annyira megnyugtató ez a zene, hogy így letölteném a telefonomra, és ezt hallgatnám egész nap. Így mennék Budapest így az utcák, és ezt hallgatnám végig. Annyira megnyugtató és kellemes. Így nem megy az agyadra. Nagyon király. Ahol az akkori dobótér. Felújították. Én összesen kétszer voltam Egerben életemben. Az egyik 2003-ban volt, mikor kezdtem az általános iskolát. Kivitt a nagymamám megnézni. És másodszorra, akkor már ismertem ezt a játékot, az már 2008-ban volt. És ha jól tudom, akkor kezdték el felújítani a dobóteret. Halvány fogalmam sincsen, hogy néz ki most. És az is érdekes, nagyon jó, hogy egy csomó mindennel tudunk így interakcióba lépni. Szóval itt van ez is, ez a kis aranyos kis makett, de így a minek? Itt van egy kép, lehet nézni, nem tudunk vele semmit se csinálni. Jó, ott a minaret. Itt a dobótér, meg ahol voltunk a kis folyó. De jók ezek nem azért mondom, hogy rosszak, hanem pont, hogy kitöltik ezeket az üres tereket. Ezt is megnézhetem. Tessék, semmit nem tudok, megnézhetem és cső, ennyi. Azt is, minek. De ennyi, tök király, ennyi. Túl jó. Ez ilyen kis plusz motiváció arra, hogy tényleg nézzél körbe, és megnézheted az ilyen nagyon híres dolgokat. Erre rá lehet? Nem lehet rá klikkelni. Na mindegy. És a recepciós azt tanácsolta, hogy biztos megtaláljuk a Tourinformot sétaközben. Az utazási irodát. Hát ezért is nem akartam még használni a térképet, mert nézzük már körbe egy picikét, annyira kellemes itt. Nagyon szeretem ezt a várost. Ilyen picike, komfortos, tele van történelemmel ez a város. Az Egri vártól kezdve. Hát jó, azért már változnak itt a dolgok, meg hát a dobóteret felújítják, meg hasonló dolgok, de akkor is még hordozza magában ezeket a török időket. Szerencsére a város ki is használja ezt az adottságát rendesen. Sok múzeum van Egerben. Jó, tudom, valahol itt is van Tourinform. Hát így nézett ki akkor a Tourinform. Nem tudom, hogy most hogy néz ki, vagy hogy egyáltalán létezik-e még. Minden esetre itt van. Ezt, figyeljetek csak. Ezt nem tudom, hogy van elkészítve. Azt vágom, hogy ez panorámakép. De, hogy mozognak rajta ezt. Ezt hogy? Nem értem. Értem, hogy panorámakép, de ez most egy gif akar lenni? Mert nagyon király, hogy így mozog. És tudni akarom, hogy hogyan mozog. Hogyha valaki tudja, ilyen nagyon jártas az ilyen... Szükségem lenne némi információra. Igen, tudjuk. Szóval aki tudja, az írja már le, mert engem nagyon érdekel. Na jó. Jó napot kívánok. Jó napot. Miben segíthetek? Információra lenne szükségem. A hotelben azt mondták, esetleg önök... Nos, azt hiszem, jó helyen jár. Először jár a városunkban? Igen, persze. A fővárosból érkezett? Nem egészen. New Yorkból. New Yorkból? Ön amerikai? Bizonyára nem régóta. Ott születtem. Azért az nem most volt. Tudja, az édesanyám magyar. Tőle tanult meg ilyen tökéletesen magyarul? Igen. Sokat foglalkozott velem. Sosem voltam még Magyarországon. Éppen ideje volt. És most? Rokoni látogatóban? Nem. Tudtommal nincsenek itt rokonaim. Édesanyám sem él már. Értem, elnézést. Én igazán nem akartam kíváncsiskodni. Nem, zavar egyáltalán.
Maga nagyon kedves. Engedje meg, a nevem Hunt, Jonathan Hunt, de szólítson csak Jonathan Huntnak. Ne haragudjon, az év poénja. De azt hiszem, hogy nem sikerült. De jó volt. Nem, én nem volt jó. Sárosi Julianna vagyok, de szólítson csak Julinak. Örvendek. Én is örvendek. Oké, Zsoki, akkor kérdezzük ki az ábrairól is. Bár nem tudom, hogy, a, szóval hogy egy ilyen utazási irodában igen? emberekkel foglalkoznának. Ábrai nevű embert? Ábrai? Egy bizonyos Ábrai Pál professzor leszármazottját. Ő itt élt Egerben, persze régen. Nem rémlik sajnos. Nem tesz semmit. Esetleg megtenné Juli, hogy utána néz. Hát, ha valahol nyoma van. Nézze, Hunt úr, Jonathan. Vagy ez nehézség önnek? Nem, egyáltalán nem. Cégünk profija nemrégiben ilyen szolgáltatásokkal is bővült, de valóban. Megnézem, hát ha találok valamit erről az Ábrai családról. Bocsánat, hölgyem és uram, hogy félbeszakítom a beszélgetésüket. Ha jól hallottam, a fiatalember az imént Ábrai Pál nevét említette. Talán én segíthetek. Valóban, esetleg. Csak nem egy Ábrai? Nem. Sajnos nem. De úgy gondolom, hasznos információkkal szolgálhatok az illetővel kapcsolatban. Még az is lehet, hogy ön is tud nekem segíteni. Na de igazán nem akarom tovább zavarni a beszélgetését ezzel a kedves kislányjal. Én most átballagok a Francesco kávéházba, megtisztelne, ha csatlakozna hozzám egy kávéra, és ott egy kicsit elbeszélgethetnénk. Kész csókom, hölgyem, viszontlátásra, Hunt úr. Viszontlátásra. Ismeri ezt az embert? Csak látásból. Látja, milyen véletlenek vannak? Itt a segítség. Mit gondol? Hihetek neki? Hát miért ne hihetne Jonathan? Egy szimpatikus öreg úr. Gyakran látom errefelé. És segíteni akar, és még udvarias is. Olyan régi módi. Kicsit olyan, mint maga. Majd jól megértik egymást. Régi módi vagyok. Az mit jelent? Öreg. Semmi rosszat. Nyugodjon meg. És menjen csak bátran a találkozóra. Hát, ha tényleg megtud valamit erről az ábrairól. Azt jelenti, hogy öreg csont. Hol van a kávézó? Igen, azt nem ártam tudni, mi a újak vagyunk. Kérem, megmondaná, hogy merre van ez a Francesco kávézó? Persze, a dobótérnél. Bocsánat, de inkább szeretném megkérni, hogy jelölje be a térképemen. Tudja, annyira elveszettnek érzem magam. Persze. Jaj, ezt annyira imádtam, hogy bejelöltek valamit a térképen, és jönnek az új helyszínek. Bármikor, örömmel segítek. És ha kéri, tudok ajánlani programokat, látnivalókat, vagy megmutatom, bejelölöm a térképén a fontosabb helyeket. Nagyon köszönöm. De nem akarom feltartani. Igazán nem tart fel. Csak nem hagyhatom, hogy így elveszve érezze magát. Jöjjön csak bármikor. Köszönöm. Juli, ön igazán kedves. Ön lesz az első ismerősöm Egerben. Ez aranyos. Inkább gáz. Van még egy kérdésem. Mikor érem itt az irodában? Tulajdonképpen reggeltől estig bent vagyok. De mondok jobbat. Van mobiltelefonja? Ó, bakker a mobil. Az pedig érdek, fun fact, hogy el tudtuk volna intézni a beszélgetés előtt is, és akkor tök más dialógus lett volna. Na, most már mindegy. Telefonom? Nincs. Mm. Pedig érdemes lenne beszereznie egyet. Az is csökkenthetne a nagy elveszettség érzésén. Van itt egy bolt nem messze. Ha javasolhatom, nézzen körül náluk. Igaza van. Jó ötlet. Köszönöm. Nincsen neked telefonod? Furcsán felgyorsultak az események. Már is találtam volna valakit, aki ismeri Ábrai professzort. Vagy ez valami félreértés? Na jó. Azt hiszem, nincs okom megtagadni az idős úr meghívását. Abszolút nincsen okunk rá, viszont... Érdekes, hogy ezt a helyszínt, ezt ahogy mobiltelefont tudunk vásárolni, előbb a mobilt intézzük el persze, hogy... Ezt nem jelölte be senki se a térképünkön, mégis rajta van, ilyen kis aprócska baki. De amúgy tényleg nincsen messze. És amúgy is csak
egyszer kell eljönni ide, hogy vegyünk magunknak egy mobilt, aztán így cső, ennyi volt ez a helyszín. Azért mennyi pénze lehet már, hogy csak így random bemegy, azt vásárol magának egy telefont. Julinak igaza volt, már is jobban érzem magam. Mondjuk nem... Elérhető vagyok, és bárkit elérhetek. Mondjuk azt mondom, nem néz ki annyira csúcs kategóriás telefonnak, úgyhogy mégse egy Xperia Z 5-ös. Ja igen, akkor elkérjük a telefonszámát. Jön marad gyorsan, bejött a kolléganő is. Kollégina. Nos, megvette az új telefont? Igen, nemrég vásároltam egyet. Akkor cseréljünk telefonszámot, így biztosan elér, ha nem is vagyok ide bent. Ó, ez nagyon jó. Köszönöm. De ugye nem tart szemtelennek ilyen könnyen hozzájutni egy csinos hölgy telefonszámához. Ugyan mit nem mond. Amúgy tényleg? Marra könnyű volt. Igaz. Ilyen nem létezik. Viszlát. Viszlát. Hogy ilyen könnyen hozzájuss egy nő telefonszám, az ilyen nincsen, ez kamu, úgy, ahogy van. Na jó, akkor nem húzom az időtöket, menjünk akkor fast travel módban. Ilyen kis tök menő átvezetővel átmegyünk a következő helyszínre. És akkor meglátogatjuk az öreg urat a kávézóban, és elbeszélgetünk vele. Valóban itt az öreg úr. Aha. Igazán takarosan néz ki amúgy ez a kávézó. Nekem legalábbis bejön, én bírom az ilyen régi módi helyeket. Na jó, most lesz egy nagyon hosszú átvezető, és nem is akarok beleszólni, viszont ezzel a színésszel, a Bárdi Györggyel van egy eszméletlenül király fun fact a játékban, amit szerintem később fogok majd elmondani, de jó, majd később mondom el, na. Hogy legyen meglepetés, kis poén. Az fiatalember, örülök, hogy eljött, tessék. Inna valamit? Igen, egy cappuccinót. Amúgy emiatt a átvezető miatt olvastam fel a 2 darab levelet is, hogy azzal is tisztában legyünk. Szóval ön Hunt úr Angliából? Nem, Amerikából, New Yorkból. Újságíró vagyok. Ha nem tévedek, ön a néhai híres angol történész professzor, legendás utazó és kalandor unoká. Nem, dédunokája, ugye? Igen. Igen, a dédunokája. De honnan tudja? Ismerjük mi egymást valahonnan? Egyáltalán ki maga? Bocsásson meg az udvariatlanság, mert be sem mutatkoztam. Jámbor Mihály vagyok. De gondolom ez a név nem sokat mond önnek, vagy talán mégis? Nem. Attól tartok, hogy nem. Ismerte talán a dédapámat? Nem. Személyesen sajnos nem. Nos, az én nagyapám, Jámbor Zsigmond, a néhai Ábrai professzornak a segédje volt. Oh. Birtokomban van egy levél, amit az ön tisztelt dédapja írt Ábrai professzornak. A levél egy válasz Ábrai levelére és egy Londonban tartott tudós konferencia az apropója. Hunt professzor ebben arról ír, hogy mivel elviekben nem tartja kizártnak az időutazás lehetőségét, személy szerint nem vonja kétségbe, hogy Ábrainak erre vonatkozóan konkrét eredményei lennének. Előadásának csúfos bukását azzal magyarázza, hogy a bejelentés nem volt kellőképpen előkészítve. De úgy gondolom, túlzottan előre is szaladtam. Nem, nem, egyáltalán nem. Én is tudok erről a konferenciáról, amelyet H.G. Wells az Időgép című könyvének megjelenése után tartottak 1898-ban az időutazás elméleti lehetőségeiről. Innen ismerem Ábrai professzor nevét. Nekem is van 2 levél, amelyet a professzor a dédapámnak írt. Valóban? Ön ismeri az előzményeket? Ráadásul 2 levél? Az elsőben Ábrai professzor arról ír, hogy a tudósok kinevették őt, mert valami létező időgépről tartott előadást.
Azt is írta még, hogy a tudománnyal szemben a politika érdeklődést tanúsította a műve iránt, mert hogy meglátták benne a lehetőséget. Érdekes levél, de tulajdonképpen soha nem foglalkoztam vele behatóbban. Hát ugye a dédapám rengeteg ilyen levelet kapott. Csak azért hoztam magammal, mert ez az Ábrai név az egyetlen, amit ismerek itt Egerben is. Arra gondoltam, hogy felkutatom a leszármazottait. Ez nagyon-nagyon izgalmas, Hunt úr. És a második levél? Hát a második levél az, hogy is mondjam, egy kicsit zavart, zavaros. Egy gyűrűről van benne szó, meg egy szolgáról, aki becsapta Ábrait egy firkásszal, de ráfaragott. Ja, és azt is írta még Ábrai, hogy elfogadta a politika ajánlatát. De teljesen világos. Nekem egyáltalán nem. Nézze, mint már említettem, az én nagyapám Ábrai professzor segédje volt. Fiatal korában egy baleset során majdnem elvesztette a látását. Gárdonyi Géza, az ismert író... Az, aki az egri csillagokat is írta? Igen, ő. Akkoriban költözött Egerbe. Önzetlenül felajánlotta a segítségét, és egy pesti orvos barátjának sikerült nagyapámnak legalább az egyik szeme világát megmenteni. A család örök hálát érzett Gárdonyi iránt, de főleg a nagyapám kereste a kegyeit, ahol tudott, segített neki. Főleg a kutatásaiban, amelyekre az egri csillagok történelmileg pontos leírásához volt szüksége. Akkoriban azt beszélték, hogy Gárdonyi a nagyapámról mintázta a regény félszemű törökének, Jumurdzsáknak az alakját. Na hát, ez igazán érdekes. A családi legenda azt tartja, hogy nagyapám 1898-ban halt meg, egy üzemi balesetben Ábrai professzor laboratóriumában. Ezt senki sem firtatta. Azonban nagyapám koporsója, amit eltemettek, üres volt. 20 éve bukkantam rá Samuel Hunt levelére, amelyben arról ír, hogy Ábrai abban a laboratóriumban nem mással, mint az időgéppel kísérletezett. Azóta kutatom nagyapám rejtélyes halálának az okait. Úgy gondolom, nem természetes módon halt meg. Ha meghalt, akkor egyáltalán. Ha nem? Úgy hiszem, vagyis majd, hogy nem meg vagyok győződve arról, hogy az én nagyapám, Jámbor Zsigmond volt a világon az első időutazó. Gárdonyi kérésére visszament a török időkbe kutatni, de onnan nem tért vissza. Jámbor úr, ez roppant érdekes, de úgy gondolom, hogy az időutazás fizikailag nem lehetséges. Nézze, a levélen kívül más bizonyítékaim is vannak, és az ön által őrzött levelekkel egybevetve kétségtelenül bizonyítják az elméletem helyességét. Na de, Jámbor úr! Jöjjön el hozzám holnap délelőtt 10 órára. Megkérem, hozzá a 2 levelet, amelyeknek birtokában van. Én is megmutatom az én levelemet, valamint a többi dokumentumot, a bizonyítékokat. Meg vagyok győződve arról, hogy általuk ön is elhiszi majd az igazamat. Sorsdöntő felfedezés, ezt higgyen nekem. Jámbor úr. Kocsis utca 8. Eljön? Igen, elmegyek. Köszönöm. Bocsásson meg, most mennem kell. A számlát legyen kedves. Na szóval akkor. Sok minden, sok információt megtudtunk. És itt is lesz vége az első napnak. Ilyen napokra van felosztva ez az egész. Az, fecskében, azaz,
Ó, bakker. Jaj, de rossz. Jaj, de rossz. Na szóval, ez nem volt... szabad elfeledkeznem az ígéretemről. Jámbor úr vár. Ez volna akkor a második nap. Én azt úgy vélem, hogy elég sokáig húztam ezt a videót, nagyon sok minden történt, sok információ volt, meg stb. Sokáig elmutattunk, sok mindent láttunk, viszont még messze van a vége, még csak most jön a java. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt rekesszük be egy picit a dolgot, lerakok ide nektek egy könyvjelzőt, és hogyha majd visszalapozok, akkor majd... Ó, most lehet látni, akkor jóban, mert ilyenkor veszem föl a videót, na. Szóval akkor majd vissza tudom tölteni, és akkor innen fogjuk folytatni. Úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményeitekre, hogy mennyire fog bejönni ez a játék. Minden esetre ezzel indítjuk a GameMix Act 3-at, úgyhogy tartsatok velem. Addig is, sziasztok!